mindenképpen zsebrádió, mert tényleg egy kicsi egy mobilkészülék. Úgyhogy remélem, hogy folyamatosan jól vettél. Igen, végülis nincs nagy távolság közöttünk. Lehet, hogy négy évvel előre is átkapcsolnék az RB4-et a Windom antennára. És talán vissza neked a szó, H5C-re, H5IT-re. Az nem egy különbség, és sokkal-sokkal erősebben, gyönyörűen, tisztán hallok itt, úgyhogy viszont penetrátor antennával vagy, úgy tudom, úgy mondtad, ami azt jelenti, hogy ahhoz képest tökéletesen hallok. A S-méter is ilyen 7 és 9 között mozog. Mikinél ilyen 1 és 2 között mozgott, úgyhogy elég nagy a különbség, de mondom, én is jól hallottam, téged pedig 100%-osan tökéletesen elnyom.